Április 9-én, kedd este, jó estét kívánok! A Tatai Televízió hírháttérműsorát, a hírszemlét látják, tartsanak velünk! A Tatai Új Esélyközpont januárban kezdte meg működését szenvedély- és pszichiátriai betegségben szenvedők nappali ellátójaként. Mint szociális ellátó intézmény, szoros kapcsolatot ápolnak Tataváros önkormányzatával és a helyi szociális ellátókkal. Az intézmény függőséggel, életvezetési tanácsadással, lelki gondozással foglalkozik. A központ által nyújtott szolgáltatásokat ingyenesen igénybe vehetik a 18. életévüket betöltött személyek. Az intézményben függőséggel, szenvedélybetegséggel vagy pszichiátriai problémával küzdő embereknek igyekeznek segítséget nyújtani az ott dolgozó szakemberek. Talán ott kezdeném, hogy néhány mondatban a baptista tevékeny szeretet missziót bemutatnám. Egy több mint 12 éves múltra visszatekintő szervezetről van szó. Számos alapszolgáltatást nyújtunk az ország szinte most már egész területén. Debreceni központtal indult az intézmény. Mára már az ország legnyugatibb pontján is, talán a legnyugatibb Moson-Magyaróvári pontján is szolgáltatunk. Alapszolgáltatásainkról fogyatékosok nappali intézete, szociális étkeztetés, idős gondozás, és akkor 2020 környékén jött az ötlet, hogy minden 10 000 fő fölötti település kötelezett szenvedélypszichiátriai betegek nappali ellátására, és akkor szervezeten belül egy külön egység, az új esélyközpontok létrejöttek, akik szenvedélypszichiátriai betegek nappali ellátásával foglalkoznak, és ennek kapcsán került Tata is a szervezetünk nézőpontjába, mivel 10 000 fő fölötti az önkormányzattal a kapcsolatot felvettük, és létrejött egy megállapodás köztünk, és így a baptista tevékeny szeretet misszió új esélyközpontja szolgáltatja a település szenvedélypszichiátriai betegek nappali ellátását. Mennyire állnak akkor szoros kapcsolatban az önkormányzattal, vagy akár más szociális alapellátó intézményekkel itt a településen? Ellátási szerződést kötöttünk az önkormányzattal, nagyon jó napi kapcsolatban vagyunk, segítjük egymás munkáját, és hát nyilván a célunk az, hogy a teljes szociális hálóba mi is bekerüljünk, és Tata lakosai számára egy hiánypótló szolgáltatást nyújtsunk. Hol található pontosan ez a központ azok számára, akik ezt felkeresnék? A Gombkötő utca 2/B-be nyitott az intézményünk. Pontosan milyen szolgáltatásokat lehet igénybe venni? Hogy működik ennek az igénybevétele? Itt korosztálytól, nemtől függetlenül hogyan csatlakozhatnak? Szenvedélybeteg ellátásba 16 év felett lehet jelentkezni, pszichiátriai ellátásba 18 év fölött. Hogyha valaki úgy érzi, hogy ebben a két problémában érintett, akkor felkeresi személyesen vagy telefonon, először telefonon, és ugye nyilván utána személyesen fel kell, hogy keresse az intézményt, és akkor a kollégáim segítségére lesznek, ha úgy érzi, hogy ő szeretne ide tartozni az intézményünkbe, akkor egy megállapodást köt, és onnantól járhat az intézménybe, és teljes jogú kliensünk ellátottunk lehet. Milyen problémákkal kereshetik fel a központot akkor ezek a személyek, illetve hogy néz ki, milyen dokumentumot kell esetleg magukkal hozniuk, hogy néz ki maga ez a becsatlakozás ehhez a központhoz? Hát a személyes dokumentumaira van szükség, személyigazolvány, lakcímkártya, tajkártya, ami nagyon fontos, hogy Tata és a Tata járásába tartozó településen élők vehetik igénybe a szolgáltatásokat itt az intézményben. Ahogy mondtam, ugye megérkezik az intézménybe, kollégáim egy megállapodást kötnek, amin ugye a személyes adatai kerülnek rögzítésre, és ugye onnantól már ellátottunk lesz. Milyen szakemberek segíthetik akkor itt, vagy segítik nap mint nap ezt a munkát? Szociális és terápiás munkatársaink vannak, akik végzettségükben, megfelelő végzettséggel rendelkeznek ahhoz, hogy a saját ellátási területén segítségére legyenek az ellátottaknak. Ha esetleg valaki félve próbálja ezt elindulni, vagy próbál elindulni ezen az úton, itt mennyiben számít a titoktartás, vagy hogy működik ennek az egésznek a rendszere? Természetesen diszkréten kezeljük, hogyha valakinek ilyen igénye van, akár a fotókon nem szeretne részt venni, vagy egyszerűen, ha diszkréten szeretné kezelni az itt létét, akkor és csoportfoglalkozáson nem szeretne részt venni, akkor egyéni terápiára is van lehetőség.
Akkor ebből adódva milyen foglalkozásokkal készülnek itt a páciensek vagy betegek számára? Hát számos foglalkozásunk elérhető, attól függ, hogy a szenvedélyvér pszichiátriai ellátásba tartozik-e a leendő kliens. Kezdjük az egyszerűbb kézműves foglalkozásoktól, amik ugye egy stressz oldásra is alkalmasak, aztán ugye haladunk szépen a szakmai ranglétrán fölfelé, önsegítő csoportok, függő csoportok, számos lehetőség közül választhatnak, vagy ahogy ugye említettem, egyéni terápiára is van lehetőség. Havi egyszer pszichiáter látogat az intézménybe, és lehetőség van egy egyéni elbeszélgetésre a pszichiáterrel is. Van esetleg valamilyen kötelezettsége annak a személynek, aki vállalja ezt? Tehát gondolok itt arra, hogy hányszor kell megjelennie, kötelezően kell-e, vagy ez valamilyen szinten egyéni, hogy megjelenik ezeken a foglalkozásokon, terápiákon? Havonta minimum kétszer meg kell, hogy jelenjen az intézménybe, ahhoz, hogy hát a jogosultsága az fennmaradjon. Ezen kívül kötelezettség nincs, de nyilván ahhoz, hogy segítségére tudjunk lenni, ahhoz minél több foglalkozáson részt kell, hogy vegyem. Mindenkinek a fejlődési útját egyedileg szoktuk megvizsgálni, és hogyha valaki komoly fejlődést ért el a saját nehézségében, akkor is járhat hozzánk. Nem feltétel az, hogy miután egy szintet lépett, hogy az intézményt ne látogassa. Tehát utána is tartozhat a közösségünkhöz. Mi a helyzet 18 év alatti személyekkel? Ők hogyan látogathatják-e a központot? Hát, ahogy mondtam, ellátásba 16 év fölött kerülhet szenvedélybeteg, ellátásba pszichiátriai vagy 18. Ha nyílt programunk van, többször rendezünk nyílt programokat, egészségnapot, különböző bemutatókat. Most például egy mentőkutya bemutatóra került sor az egyik intézménybe, ami nyilván egy népszerű program, és gyerekek is jönnek, de csak a nyílt programokra. Van esetleg arra lehetőség, hogyha nem az adott személynek van valamilyen problémája, hanem esetleg családtagnak, hozzátartozónak, ő tud-e segítségért érkezni a központba, ő kaphat-e? Hát ahogy említettem, ugye nyitott intézmény vagyunk, tehát mindenkinek a segítségére sietünk, amennyiben tudunk ehhez hozzájárulni, viszont ahhoz, hogy ő teljes jogú ellátottunk legyen, ahhoz egy megállapodást kell kötnünk. Ide kell, hogy tartozzon az intézménybe. Hogy néz ki tulajdonképpen egy napja az intézménynek? Mik szokottak itt történni? Úgy kell elképzelni egy napot, hogy ahogy már többször említettem, szenvedély és pszichiátriai ellátás van, ezek eltolt nyitvatartásban működnek a nap folyamán. Délelőtt az egyik ellátás, délután a másik, és a következő héten pedig ez ugye fordul. 7 órától nyit az intézmény, megérkeznek az ellátottak, teával, kávéval kínáljuk őket, és akkor ezt követően ugye olyan 8-9 óra után megkezdődnek a csoportfoglalkozások. Ha egyéni terápiára is van valakinek szüksége, az pedig úgy az ellátási idő végére szokott körülbelül szerveződni. És akkor ebédre is van lehetőség, aminek egy óráig meg kell, hogy történjen a délelőtti ellátásban, egy fél órára bezár az intézmény, és akkor indul a délutáni ellátásunk, körülbelül ebben a menetrendben, mint ahogy megérkeznek, aki ebédelni szeretne. Ebédre van lehetőség, és akkor a délutáni csoportfoglalkozások indulnak. 19:30-ig nyitva tart az intézmény a délutáni ellátásra vonatkozóan. Hogy néz ki maga az épület? Milyen területekre osztották, bontották ezt? Van egy nagy közösségi terünk, ahol éppen most is vagyunk. Ez ugye a csoportfoglalkozásokra, a nyílt programokra, a tornára biztosít lehetőséget. Van egy konyha étkezőnk, ugye, ahogy említettem, ebédre is van lehetőség. Van egy pihenőszobánk, csoportszobánk a csoportfoglalkozásokra, és irodáink vannak a kollégák részére, és amit még fontos kiemelnem, hogy háztartáspótló tevékenységre is van lehetőség, ahol ugye mosógép áll az ellátottak rendelkezésére, ahol teregetni is ki tudnak. Milyenek a visszajelzések még csak az idei esztendőben nyílt a központ arról, hogy mennyire népszerű ez, mennyire érdeklődnek az emberek ez iránt, mi ezzel tulajdonképpen a cél?
Vannak visszajelzéseink, sokan igénybe veszik a háztartáspótló tevékenységünket, vagy lehetőségünket. Többen jöttek már egyéni terápiára, csoportfoglalkozásokon is részt vesznek. Kedvelik, szeretik, de nyilván még vannak üres helyeink, ahova szívesen látunk olyan ellátottakat, vagy olyan leendő ellátottakat, akik bármely problémában érintetnek érzik magukat. A központ célja, hogy az érintetteknek az egyéni esetkezeléseken át közösségi programokat is szervezzenek, munkaügyi mentorálást és lelki gondozást is biztosítanak számukra. A dolgozók minden hónap harmadik kedjén egésznapos ruhabőrzét is szerveznek, valamint az intézmény számára beérkezett adományok célba juttatásában is részt vesznek. Nagyon fontos, hogy vállalják és ők keressenek meg bennünket. Mi nagyon sokat tudunk segíteni, akár apró kis problémákban is. Gondolok ilyenre, hogy depresszió, egy alvászavar, egy szorongás, de vannak súlyosabb esetek is, bipoláris zavar, skizofrénia, amivel szívesen várjuk az ellátottakat, illetve a szenvedélybetegségnél. Ugye mindenki rögtön az alkoholra és a drogra gondol, nem is gondoljuk, hogy ma már a játékfüggőség, a telefon mennyire uralja az életünket. Ezért is fontos az, hogy már 16 éves kortól tudjuk a szenvedélybeteg ellátásban ellátni az ellátottakat, mert a mai fiataloknál ez nagyon nagy problémát jelent. Mi megkerestük az iskolákat is, szívesen vesszük a kapcsolatot, hogyha olyan csoportokba ide jönnek a diákok, készítünk nekik olyan foglalkozásokat, olyan előadásokat, amiből ők tanulnak, amiből rájönnek arra, hogy nem az az élet, hogy a telefont nyomogatom, és kitárulhat egy kicsit a világ. Nagyon szívesen vesszük, hogyha ők is részt vesznek az életünkben, az 50 órás hasznú munkát itt letölthetik nálunk, részt vehetnek a szervezésben, egy-egy csoportfoglalkozás szervezésében, szívesen vesszük, hogyha itt vannak köztünk, hisz nekik kell látniuk, hogy milyen az élet, és nekik kell választaniuk, hogy merre fele fognak haladni. A mi foglalkozások most már jelenleg elérhetők az intézményünkben. Nagyon jól működik a filmklub, mindig kiválasztunk egy-egy filmet, ez nem csak arról szól, hogy megnézzük a filmet, utána van egy csoportfoglalkozás, erről a filmről beszélgetünk, ezeknek a filmeknek mondani valójuk van, megbeszéljük, hogy kinek mit hoz fel. Nagyon-nagyon érdekes, hogy egy filmet nézünk, és minden embernél más érzelmeket és más érzéseket hoz ez elő. Nagyon jó játékaink vannak, akár önfejlesztő játékok. Megtanuljuk azt, hogy kell csoportban játszani, milyen az, hogyha veszítünk, milyen az, hogyha nyerünk, hogy tudunk alkalmazkodni, hogy tudunk egy csapattá, egy közösséggé formálódni. A kreatív foglalkozásunkon a finom motorikát fejlesztjük. Nagyon fontos, hogy kikapcsolódunk közben, csak arra koncentrálunk, amit csinálunk. Terápiás csoportfoglalkozás lehet egy sima rajzolás, egy színezés. Azt gondoljuk, hogy ez ugyan semmit nem ér, holott ez nagyon-nagyon fejleszti az idegrendszert is, lenyugtatja. Nagyon népszerű még a zeneklubunk, ez ilyen kívánságműsor. Beülünk, és akkor ki milyen zenét kér, itt van énekelés, van, amikor táncolunk is egy picit hozzá, ezt is nagyon szeretik az ellátottak, illetve vannak olyan aktívabb ellátottjaink, akik szívesen tevékenykednek. Most a kertet gyönyörűen kigazolták, virágokat ültettünk, jönnek nap mint nap, és nézik, hogy jaj, hát ez az árvácska most milyen szép, most meg kell locsolni, és mi erre vágyunk. Tehát arra, hogy egy nagy közösség legyünk, hogy mindenki szívesen jöjjön ide, senki ne érezze magát egyedül. Az év minden napján nyitva vagyunk, reggel 7-től este 7:30-ig, eltolt nyitva tartásban, de ha bárki krízis helyzetbe kerül, nagyon szívesen várjuk, és azonnali segítséget próbálunk nyújtani. Már sikerült munkahelyet találnunk egy-egy ellátottunknak, sikerült albérletet találnunk, hogy megfelelő körülmények között tudjanak élni, illetve próbálunk segíteni abban, hogy ők a társadalomba vissza tudjanak illeszkedni. Nagy célunk persze az, hogy mindenki leszokjon a rossz szokásairól, és mindenki csak a jót tegye.
ez egy álom, igen, szeretnénk, de támogatjuk abban is őket, hogyha csak arra az időre, amíg itt vannak velünk, a szenvedélyeket le tudják tenni, és csak arra az időre másra gondolnak, akkor nekünk az már egy pozitív visszajelzés, és ezért tesszük a munkánkat. Nagyon felkészült terápiás munkatársaink vannak. A BTSZ nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy mi megkapjuk azt a szakmai tudást, ami ehhez a munkához szükséges, folyamatos továbbképzések vannak, addig a terápiás munkatárs el sem kezdheti az egyéni terápiákat, amíg ezeken a képzéseken részt nem vett. Ebből vizsgázunk is, tehát igen komolyan veszik, és utána kezdődhet a terápiás munka. Nagyon sok egyéni terápiára van szükségünk, most leginkább erre koncentrálnak, és ezért jönnek be az ellátottak. Nagyon szívesen veszik azt, hogy leülünk velük, meghallgatjuk őket, próbáljuk terelgetni őket, talán néha felnyitjuk a szemüket, hogy merre fele kell menni, és ebből nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Április 9-én kedd este a Tatai Televízió hírháttér műsorát, a hírszemlét látták. Hírszemlével holnap este is várjuk Önöket, én további szép estét, jó tévézést kívánok mindnyájuknak. Viszontlátásra!